húsvéti szent időszakban nagyon sokszor hallunk, olvasunk a feltámadt Jézus Krisztus megjelenéseiről. Az egyik szentírási részben az Úr úgy jelenik meg az apostoloknak, mint egykor régen, halászás közben. Így kapcsolja össze a feltámadt Jézus Krisztus a múltat és a jelent. Mindezt azért teszi, hogy felismerjék. Egykor Péter meglátja a vízen közeledő urat, és nagy lelkesedésében feléje indul, miközben elsüllyed. Ebben a szentírási részben is meglátja az urat, és Jánossal együtt felismeri. Az Úr az. A régi Úr idézőjelben, s mégis egészen új. Más dimenzióban. Egykor az apostolok megrémültek, amikor az Úr a vízen feléjük közeledett. Most felismerik. A két esemény közötti különbség egy örömteli felismerés. Kimondják, újra meg újra, az Úr az. Amikor az ember találkozik az Istennel ténylegesen, akkor csak ennyit képes kimondani, az Úr az. Nincs bizonyíték, nincs magyarázat, hanem meggyőződés van. A rejtettségből előlépik az Isten, és én csak annyit tudok mondani, az Úr az. Lehet fura lesz, amit most mondok, de meg kell tennem. Jó volt találkozni a karanténban a feltámadottal. Nincs bizonyítékom, de hirdetem. Az Úr volt az. Amikor előlép a rejtettségből, hozzám alkalmazkodik, hogy felismerjem. Az Úr az. A te életedben történt már ilyen? Ha igen, akkor eleveníts fel hálával azt a pillanatot. Ha nem, akkor csak várd ki nyugodt kíváncsisággal. Húsvét nem egy nap. 50 napig tart, és a pünkösdbe teljesedik ki. Van ideje neki. Nekem is legyen. Ezzel a gondolattal kapaszkodjunk az Úrba. De ne görcsösen, hanem szabadon várva őt. És amikor megjelenik, akkor majd kimondjuk. Érezni fogjuk, hogy ki kell mondanunk. Igen, ő jön szembe velünk. Az Úr az. Isten áldja mindannyiunkat.